Itt van a vonalban velünk Pindrok Csaba színész. Halló, halló, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a paksiakat, jó reggelt kívánok! Szia! Igen, itt van velem műsorvezető társam is, Tamás, és nagyon örülünk, hogy elértünk, és köszönjük szépen, hogy összecsörögtünk. Jössz, érkezel Paksa jövő héten szerdán a Segítség megnősültem című darabbal, ebből az alkalomból hívunk, és hogyha jól tudom, akkor most éppen neked már nincs is annyira reggel, mert már ott vagy egy forgatáson, ez a Szeretlek Magyarország, vagy valami más? Nem, ez a családi kör. Ez a családi kör. De hát nekem nincs már reggel évek óta, mert ugye 4 gyerek, ezeket iskolába kell vinni, úgyhogy 6-os kelés van legnagyobb bánatomra. Úgyhogy ez már nekem keményen a nap. Bocsáss meg, ez egy döntés volt, nem? Vagy hát 4 döntés, vagy nem tudom, hogy mondjam. Így van, ez egy abszolút döntés kérdés. Volt, mint ahogy a hűség is egy döntés kérdése, meg egy csomó dolog az életben, és nagyon boldogok vagyunk tőle. Ezek a reggeli ébredések annyira nem... Hát önállóságra kéne azokat a gyerekeket nevelni, és akkor bocs, hogy ilyen jó tanácsokat... Ilyen nagy gyerekei hát, vannak, csak azért mondja. Édesapám azt mondja, hogy egy ilyen bányás családba született, ő mezítlá bent 8 kilométer gyalog az iskolában, már alsósként is, itt is pont, hát itt 7 kilométer van, itt ők is van, én sem értem, hogy miért nem így teljesen jó. Hú, fiúk, titeket úgy látszik, lehet majd szét kell szednem. Oké, tehát forgatáson vagy, ez izgalmas, de bízunk benne, hogy a forgatásban nem kerülünk be, és akkor van egy pár percet. Egyébként mondtad, hogy ez 4 döntés volt, vagy de a Tamás mondta, hogy 4 döntés volt, de igazából 5, mert ugye az első döntés az, amikor az ember a párját kiválasztja. És nem... Vagy 5 választják ki, ő csak rából. Az ők választóval. Igen, nálatok hogy történt, Csaba, akkor már így nálatok ki döntött? Hát nézd, ezt a múltkor hallgattam egy előadást, a keresztneve, az Állítoroszlán díj alapítójának, aki azt mondja, hogy valójában ugye mindig azt mondják, hogy a nők választanak, de az utolsó választás az övék, tehát azért a férj jelölt, vagy a férfi, hát nyilván annak szórja a port, vagy annak illegeti magát, akit ő kiválasztott, és hogyha ő elfogadja a hölgy, a nősti, a csoda, ha elfogadja őt, akkor azt mondja, hogy jó van, akkor jöhet. Nézd, annak idején 23 évvel ezelőtt, vagy 23 és fél évvel ezelőtt megláttam Lindát egy színháznak a premier bulián, igazából megláttam hátulról táncolni egy fiúval, és megmondom őszintén, igazából a feneke fogott meg, de hát így nagyon szép pár voltak, és ahogy itt mentek el mellettem, éreztem, hát ez igen, ez nem a tiédes, Csabi. Ez múló állapot. Aztán furfangosan üzengetve, így úgy amúgy, meg a gondviselésnek köszönhetően pont egyszerre szakítottunk akkori párommal, én is, ő is, és végül is egy ilyen 2 órás beszélgetés, amiben baktába lövöldöztem, de egyszer csak betalált ámornyira, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen által a lehengerlőnek nevezett dumával fölhívtam magamra a figyelmemet, és tulajdonképpen rá egy hétre már össze is költöztünk, ennek most már 23 és fél éve. Bocsáss meg, de egyébként... Magadat emelted fel, vagy őt, hát, hogy bizonytalanítottad el? Én azt mondtam az asszonynak, hogy nem talál nálam jobbat. Nem fejeztem be, hogy ilyet meg minek. Majd, hogy nem ugyanez volt. Igen? Bizonytalanítottam el. Figyelj, az volt a szöveg, hogy nézd, Linda, itt van már bennem egy csomó kis merebes Linda, itt az én kis lelkemben, és tök jót bulíztok a kis Pindrok Csabákkal. És nem értik, hogy oda állt, miért nem megy a buli. Mert itt nagyon jó, ez nagyon jó működik. Úgyhogy ők azt üzenik Linda neked, hogy a benned lévő kis Pindrok Csabák, vagy a kis merebes Lindák nyugodtan bulizhatnak, mert nagyon jól működik a kémia. Úgyhogy nem értem, mi a problémád. Ezzel tulajdonképpen sikerült részt ütni a pajzson, és a következő nagy lépés pedig az volt, amikor ültünk egy társaságban, ez rá egy nappal volt, ültünk egy társaságban, és nem, ez előtte volt, igen, emiatt ült levelem. Ültünk egy társaságban, mellette ültem, és akkor ő még cigarettázott. Hát, és elővett egy 100 cigarettát,
én pedig kapva az alkalommal elővettem egy gyufát, és egy trükkös gyufagyújtásra, én egy közös gyufagyújtásra meggyújtottam a gyufát, és azt mondtam neki, így a lángra nézve, ez vagyok én. Rágyújtott a cigarettára, és elfújta, jelezve, hogy ennyi vagyok neki. Ebben a pillanatban kivettem az égő cigarettát a kezétől, bevettem a számba, és van egy ilyen technika, amivel el lehetett még leginkorban oltani nyállal a parazsat, és mondom, ez pedig te vagy, megfutom a cigarettát, és úgy, ahogy van az égő cigit lenyeltem. Na erre azért már odafigyelt. Azt a egészségedre. Erre már odafigyelt, ezután leültünk, és jött ez a két órás tulajdonképpen sortűz, amiben ez az egy mondat beakadt neki, és azóta nem szabadult tőle, és már négy gyermekkel ajándékozott meg, viccesen négy túszszal, hát nem csodálom, hogyha benned éppen parázslott még a cigaretta, akkor ilyen mondatok hagytak el, hogy bent a mai napig parázslik. Igen, parázslik. A mai napig. De egyébként az, igen, azért az előző mondatod, én nem vagyok hálás, hogy először mi szórjuk a porunkat és illegetjük. Én örülök ennek, nekem tetszett. Mert eddig, hogyha problémája volt az asszonynak, mindig azt mondtam, hát te akartad, te választottál. Tehát, na most ez milyen dolog? Nem működik. Igen, igen. Nagyon köszönjük, hogy megosztottad ezt velünk. Persze természetesen a darab kapcsán jön nyilván ez a téma, nem feltétlenül mit a mi párosunk kapcsán, de azért azt hadd jegyezzem meg, hogyha valaki nem tudná, hogy te kedves párod Verebes Linda, Verebes István színész, rendező, egykori televíziós műsorvezető lánya, hogyha valaki ezt esetleg így jobban, még jobban be tudja azonosítani, illetve a ti párosotokat. És hát nyilván azért is érdekes ez a téma, mert a Segítség megnősültem című darabbal érkezel Paksa. Ezt a darabot te, ha én jól tudom, évek óta viszed, és hatalmas sikerrel és teltház előtt. És én nem is tudom eldönteni, hogy ez most tényleg egy darab, egy vígjáték, vagy egy ilyen stand-up show, amit te ott letolsz, mert... Semmiképpen sem stand-up, bár stand-upos elemek vannak benne, de ugye a stand-up tehát az előadó által írt történet, ami ugye bővelkedik. Igaz. Uh-huh. Hát sajnos mind a káromkodásban, mind a altesti humorokban sokszor, mind pedig a politikai szerepeltetésben. Nyilván erre is van igény, nyilván nagyon szórakoztató, de hát ugye egy színésznek én azt gondolom, hogy kétféle úton kell járnia, tehát nagyon fontos a nézői igény, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, illetve nagyon fontos az az üzenet, amiért ő színész lett, és amit tovább akar adni, ami az ő erkölcsi rendje, vagy az ő irányoszlopa. Uh-huh. Ez nem lehet egyikben sem elidőzni nagyon, hanem a kettő között kell találni valamit. Én ezt a darabot azért hoztam létre, különben a feleségem nyomta a kezembe a könyvet, hogy nagyon sok válást láttam a környezetemben, és nagyon sok olyan válást, amit meg lehetett volna menteni. De hát ugye nagyon gyorsan megnyomják az emberek a katapult gombot, és egy olyan darabot találtunk, amiben hát az író, aki egy krimi író volt, és már 19 bestsellert írt, azt mondta, hogy hát a 19 összeven után most már igazán valami horrorisztikusat szereték, és megjött a saját házasságának történet. De most ugye a legnagyobb probléma az, ha kedves urad, mint mondta, hogy egy döntés, vagy te mondtad, hogy döntés, hogy elvesszük a szeretett nőt, akkor azzal nem számolunk, hogy nem csak a szerelmet kapjuk, hogy ezt a csodalényt, amik vagytok, hanem a csomagot is. Uh-huh. Az apóst, az anyóst, a barátnőt, a lakberendezési igényeket, a vágyat arra, hogy leszedjük a kresszvizsgát és vezessünk. Tehát egy csomó olyan dolgot, amik hát egy picit megnehezítik a férfi életét, és az alkalmazkodást, ami szerintem egy kapcsolatban a legfontosabb, hát ezt igazán tréningben tartja. És ez a színdarab, ez tulajdonképpen üti vágja az intézményt. Azért, mert szemtelenül így viselkedni, mert az író is 33 éve boldog férj, bólogat, hümmög, de együtt van a szerelmével, Zsókával. Az ő története ez, amit 20 évvel ezelőtt írt meg, és hát én ezt abszolválom. Uh-huh. Nagyon szórakoztató, de irodalmi nyelven van megírva.
nincs benne, tehát káromkodás nincs benne, altesti humor nincs benne, politika, az a kimeríthetetlen. Bocs, de akkor mennyire... benne, ami férfi, nő, házasság. Hát jó, de akkor hogy tudsz hiteles lenni, mert időnként ott is elcsúszik egy-két ilyen, egy-két olyan hát, dolog a házasságban. De figyelj, nem olvastad a könyvet, és nem mentél el még Csaba előadására. Lenni, na. Hogy nem, hát nem mézes mázusa mutatja be. De ez így helyes, igen. Mindent, hogy miért nem értjük egymást. Az egésznek az üzenete az ugye, hogy nem megérteni kell a nőket, hanem szeretni. A házasság az férfi szemmel mutatja be. Én a férfiaknak szántam ezt a darabot, azt gondoltam, hogy majd jönnek a párok, elcitálják ugye a feleségek, akik színházba járnak a párjukat, és a férfiak egyszer csak csillogó szemmel, mozdulatlan fejjel megköszönik nekem azt, hogy elmondom azt, amit ők már nem mernek. Hát ehhez képest természetesen az van, hogy a nézőtér 95% a nő, és kiröhögnek. Óriási, egyébként tényleg számukban te tudod, hogy itt több év alatt hányadik előadásnál tartasz? Tehát hányszor adtad elő? Körülbelül ugye 250-280. Környékén vagyok. Nagyon sokat megyek itthon is, külföldön is járok vele, de most már két éve csak is kizárólag ezzel az egy darabbal, illetve a Mr. és Mrs. amit a feleségemmel együtt játszunk a 11 éve lépek föl, illetve még egy főszerepemet megtartottam a Tália Színházban, a Bing leszállás Párizsban, amit szintén 11 éve játszom. De igazából ebben a segítségben minősültemben teljesedek ki. Ez mint egy 85 perc, teljesen kellék, zenei bejátszó, mentes, színtiszta színészek. 12-13 figurát jelenítek meg, és valójában a 85 percben egy 84 perces előjáték után, egy humoros előjáték után mondom el azt az egy mondatot, amiért az egészet csinálom. Amit nem akarok elspoilerezni, tehát nyilván elég egyértelmű az üzenete a beszélgetésünk alapján. Nincs jobb a jó házasságnál. Hú de szép. Végszó lenne, de egy valamit még mindenképpen szeretnénk megkérdezni tőled, és valóban úgy, ahogy elmondtad, tehát egy személyes darabról van szó, ezt még egyszer mondom a hallgatóknak, ha valaki nem tudná, a férfit, a nőt, az anyóst, az apóst, a haverokat, a munkatársakat, ugye mindenkit te alakítasz. Van kedvenc karaktered ebben a darabban? Hát van egy építési vállalkozó. Igen, az az egyik kedvencem. Na, aha. Illetve az a párbeszéd, ugye, amit az építési vállalkozókkal folytatunk mi. Amikor, nem, ha... igen, miután eldöntöttük, hogy akkor építünk közösen egy házat, tehát összekötjük az életünket, hát, összeházat. Vagy felújítjuk, aha. Super Mario, igen, kettes ugye, pálya. Hát jó esetben úgy történik, hogy van a férfinek valami luk, ahol ő lakik, és akkor oda bejön a hölgy, és akkor elkezdi tulajdonképpen valamilyen szinten a férfit hát kiszorítani ilyen kisebb helyekre, mert ugye más lesz a tapéta, máshol lesz a szekrény. Hát végül is popálkod a lakásnak a hölgy, de hát a férfiak ezt ugye hát furán viselik, bármennyire szép lesz, mindenképpen legalábbis ebben a történetben ez történik. De hát jön a szaki, és hát azok a mondatok, azok a sztereotíp mondatok, amikkel legjobb esetben csak nevetünk, bármikor esetben sírnánk. Igen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is megosztottad velünk, hogy akkor melyik a kedvenc karaktered, így figyeljük majd a darabot. Egyébként képzeld el, hogy jelen pillanatban játékban is vagyunk a hallgatókkal, és nagyon örülök, mert te amit elmondtál a darabról, abban benne volt a helyes válasz, és hogyha megengeded, gyorsan fel is teszem még egyszer a kérdést, mert utána mi sorsolni fogunk, és egy utolsó lehetőség, mert nagyon sokan játszanak velünk, tehát a kérdés az, hogy ennek a Segítség, megnősültem című darabnak kinek a nevéhez fűződik a regény alapja, az A válasz szerint Sebestyén Elemér nevéhez, a B válasz szerint Cserna Szabó András a könyv szerzője, és te elmondtad egyébként a helyes megfejtést, úgyhogy ez a két lehetőségünk van a hallgatóknak, mondom, hogy 20-as körzet 94-11-001, ez a jól ismert SMS, illetve Viber számunk, kettő darab belépőért játszatok velünk Pindrok Csaba előadására. Csaba, neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy forgatás kellős közepette. Igen, bármit. Még egy mondatot köszönöm szépen, hogy aki mellett már
ült feleség a volánnál, tehát az a férfi, aki az anyósülésre kényszerült, amikor éppen tanult a felesége, az se hagyja ki semmi kis mert... Ezt most, oké, okay. Nem akarsz spoilerezni, de ez is egy üzenet volt. Vettük. Okay. Köszönöm szépen. Titeket mindenképpen elvárlak, jó? Üdvözöllek, és üdvözlöm a paksiakat. Nagyon szépen köszönjük. További remek szép napot. Egy mozanót összeünk. Szervusz.